Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti Mozaikot, a Kistelek Városi Televízió magazinműsorát látják. Mai műsorunkban ellátogatunk a kisteleki nyári ruhabőrzére, új tánclépésekkel ismerkedhetnek meg a ProArt Elite Táncakadémia nyári táborában, és betekintést nyerhetnek a Szatymazi Őszi Barac Fesztivál és Falunap ünnepi műsorába is. Tartsanak velünk! Július 1-től haladó tánctábort tartottak a kisteleki ProArt Elite Táncakadémián. Idén is népszerű volt a tábor, ahová számos neves külföldi vendég is érkezett. And where my body space has to relate so that the partner feels an invitation to move forward. Or I'm turning and don't travel, don't get myself onto the leg where I'm supposed to be, so I'm not fulfilling my own drive enough. Yes, then the turning for the girl is not as good. A ProArt Elite Táncakadémia nyári táborában vagyunk ez a hét, a táncról szól, ezt elmondhatjuk? Abszolút. Ma van a harmadik nap, úgyhogy már érezzük mindannyian, hogy jön a fáradtság, de még holnap péntekig kibírjuk, hogy nagyon mozgalmas hét. Ugye ez a nemzetközi táborunk, amit minden évben megrendezünk, ez már pontosan nem is tudom, hogy 20-valahanyadik év, hogy itt nemzetközi tábor van. Úgyhogy igen, sokan vannak, úgyhogy örülünk, hogy ilyen sikeres. Az idei táborba is neves oktatók érkeztek, kik ők pontosan? Minden évben neves oktatókat hívunk el. Az előző órát, aki tartotta, ő Hans Gálke, ő egy profi latin világbajnok, amatőr világbajnok, tíztánc világbajnok, tehát egy nagyon neves tánctanár, és ugye az előtti bajnok. Ő az a tanár, aki elég szoros kapcsolatban áll hozzánk, talán a hosszú évek során ő mindig itt volt, majdnem az összes nyári táborban, úgyhogy ő már 20 éve ide jár hozzánk, de ugyanúgy a fiataloknak, mert ugye friss, új párosok is jönnek ugye a táborba, úgyhogy a tudás, amit ő át, az nagyon-nagyon fontos, hogy hallja az új generáció. And forward, come forward, go backwards and bring her forward. Very good. Okay, next action. What is the next action? A turn. What kind of turn? A very specific turn. In yourself first. What is this, what you're doing here? Hip twist. It's also a hip twist into a Latin cross. Ez a tábor egy workshop jellegű tábor. Hogyan zajlik itt az oktatás a héten? Minden nap tartunk egy bemelegítést, utána vannak a közös órák, ugye latin közös óra, standard közös óra, majd edzéseket is tartunk, és a mai napon pedig egy plusz, egy más táncstílust is behoztunk, akik most tartják az órát, ők bugalút fognak tanítani, ami talán a csacsacsához hasonlít, csacsacsa-szalsza keverék, és egy kis inspirációt adunk a táncosoknak, hogy esetleg felhasználják a versenytáncban, mondjuk a csacsába, olyan figurákat vagy lépéseket tanuljanak. Első két nap volt itt egy legenda, a latin-amerikai táncokban ő egy nagy legenda, Alan Fletcher, ő Angliából érkezett, és ő ugye, tehát ő fantasztikus, 77 éves, úgyhogy nagyon-nagyon nagy tapasztalata van, persze, hogy nem úgy táncol, mint a fiatalok, de a tudása meg a bölcs mondásai, tehát hogy fantasztikus volt hallgatni. Tegnap este volt vele egy ilyen beszélgetés, a gyerekek kérdezhettek tőle, és eszméletlen jó sztorikat mesélt, tehát nagyon érdekes volt, még tudtuk volna még órákig hallgatni, de nem volt rá idő. Ja. A latin táncok mellett standard táncok is előtérbe kerülnek itt a hét folyamán. Melyek ezek a táncok? A standard táncok az angol keringő, a tango, a bécsi keringő, slow fox és a quick step, és standard táncokból is vannak itt. Az egyik tanárunk Szlovákiából érkezett, a
a másik pedig Litvániából, ő is egy világbajnok standard táncokban. Ő először van nálunk, Evaldas Sodejka, és őnek is nagyon nagy sikere volt, tehát hogy a párosoknak nagyon tetszett, úgyhogy örülünk neki, hogy ő is elfogadta a meghívást. 13-án ruhabőrzét tartottak a termelői piac területén. A délutáni minivásáron sok már feleslegessé vált megunt tárcserélt gazdát, de akadt olyan is, aki saját készítésű gyermekjátékokkal készült erre a napra. Nyári ruhabőrzével készülnek itt Kisteleken. Mit lehet tudni itt a mai napról? A mai nap első alkalommal rendezünk szabadtéri ruhabőrzét. Eddig mindig a piaszcsarnokba került megrendezése tavasszal és ősszel, és most próbál jelleggel. Úgy gondoltuk, hogy kipróbálunk egy nyári bőrzét, amit itt kint a szabadba rendezünk meg. Mekkora az érdeklődés a bőrze iránt? Nagyon nagy az érdeklődés, 40-50 asztalfoglalás volt. A meleg miatt sok lemondás is történt, de nagyon örülünk neki, mert nagyon sokan jöttek árulni, 32 árus van jelenleg. Én azt gondolom, hogy egész 7 óráig itt fogunk lenni, ahogy hűl egy kicsit az időjárás, nagyon várjuk a vásárlókat, sok szeretettel, nagyon sokféle portékát hoztak az árusok. Mekkora lehetőség ez a helyi értékesítőknek? Én azt gondolom, hogy mindenkinek ez egy nagyon nagy lehetőség. Nyilván az internetes eladást nem tudjuk túlszárnyalni, de nagyon sokan kérdezték, hogy lesz-e bőrze, mert szeretnének jönni vásárolni. A mai bőrze egy kicsit talán a környezettudatosságról is szólhat. Ugye használt ruhákat árusítanak itt. Miben segítheti ez őket? Hát nyilván lényegesen olcsóbban meg tudják venni a márkás termékeket, és nem utolsó sorban nyilván nagyon fontos az újrahasznosítás, ne vesztenek ezek a dolgok kárba. Én úgy gondolom, hogy még egy-két gyerkőc minden terméket tud használni, de nem csak gyerekruhák vannak, felnőtt ruhák is, háztartási dolgok, játékok, konyhai felszerelések, nagyon-nagyon sok mindent hoztak most az árusok. Kicsit előre tekintve itt a jövőbe. Terveznek-e még hasonló bőrzéket itt? Mindenképpen szeretnénk majd októberben egy bőrzét, ami a piaszcsarnokban lesz. Iskola kezdés után mindig szoktunk egyet tartani, ami még tél előtt van. Akkor már lehet készülni az őszi-téli ruhákkal, lesz még biztos. Azt is fontos megemlíteni itt a mai napon, hogy az árusok ingyenesen árulhatnak, ingyenesen vehetik igénybe a piacszerint váltó asztalokat. Mekkora segítség ez neki? Hát ez, azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség, hogy nem kell fizetni, mert 600-1000 forint között van méterenként az árusítás egy bőrzén piacon. A polgármesteri hivataltól, polgármester úr segítségével meg szoktuk mindig kapni ingyenesen akár a piaszcsarnokot, és most ezt a lehetőséget is biztosította nekünk. Ön milyen termékekkel érkezett ide? Én ilyen horgolt játékokat készítettem. Ezzel próbálom meg eladni, hát ha sikerül valamennyit. Ez még a téli munkám. Nyáron nem nagyon van idő rá, de télen azért csinálgatom. Nyugdíjas vagyok, ezzel foglalkozom most. Hogyan készülnek ezek a játékok? Hát nagyon sok szabad időm van. Az otthoni munkát elcsinálom, és akkor utána folyamatosan horgógatok. A férjem is nyugdíjas, ő is segít, ő főz sokszor, én meg horgolok. Mekkora kereslet van itt a játékok iránt? Hát nem mondhatnám, hogy olyan túl nagy kereslet volna. Nincs pénze a népnek szerintem ilyesmire. Sajnos. A fordítás borszaküzlet akciókkal is készült itt a ruhabőrzén. Milyen akciók ezek? Jelenleg a mai napon boros akciókkal készültünk, ami azt jelenti, hogy 6 üveg bor 6600 forintba fog kerülni. Aki szeretne vásárolni, tud válogatni több borból, több ízből, színből és termelőtől lényegében. Ide tettünk bele Csongrádit, Tokajit, Szegedit és még Pécsről is borokat, illetve Villányból is van benne két meglepetésbor. Ezen felül készültünk egy olyan akcióval, hogyha valaki a Retrotér Fesztivál rendezvényünkre vásárol 2 darab belépőjegyet, őt automatikusan egy üveg borral megajándékozzuk.
a Retrotér Fesztivál idén ősszel lesz. Pontosan mikor várható ez? A Retrotér Fesztivál pontos időpontja 2024. szeptember 20-án lesz, melynek kaponyítása 16 órakor fog kezdődni. Meddig lehet még megvenni a jegyeket erre a fesztiválra? Reményeink szerint nem sokáig, bár még azért dolgozunk keményen a jegyeladásokon, de ha marad még belépőnk, akkor természetesen még aznap is hozzá lehet jutni a belépőkhöz a fesztivál napján. Nagyon sokan pakoltak ki ide a termelői piachoz. Ön milyen árból érkezett? Rengeteg kisfiú és kislány holmit hoztam, amit a gyermekeim már elhasználtak, és rájuk már nem jó, viszont még olyan állapotban vannak, amiket így más kisgyerekek is még tudnak használni. Úgyhogy mindent elhoztunk, amit úgy gondolunk, hogy még más kisgyerek örülne esetleg neki. Ez a nyári ruhabőrze, mekkora lehetőség önöknek itt az értékesítésre? Remélem, hogy nagy lehetőség, illetve mindig nagy lehetőség, mert rengeteg holmit így túl tudunk adni. Nyilván nagyon pici pénzeket fogadunk el ezekért, úgyhogy nekünk az a lényeg, hogy gazdára találjon, hogyha véletlenül mégis éppen úgy alakulna, hogy a gyerekek persejébe tudunk dobni egy kis pénzt, akkor az meg még jobb, vagy fagyizunk rajta egyet. Egyre többen pakolnak már ki itt a kisteleki termelői piacon. Ön honnan érkezett? Bács-Kiskun megyéből Aposragról érkeztem. A nővérem ide költözött Zsombóra. Általában családi látogatás alkalmával utazunk le hozzájuk, és ő jelezte, hogy lesz itt egy ilyen bőrze, és gondoltam, akkor kijövök és elhozom a gyermekek kinőtt ruháit, illetve az általam már nem használt, nem kedvelt ruhákat eladásra. Milyen ruhadarabok találhatóak itt önnél? Fiatal, ifjú fiú ruha, illetve 9 éves körüli kislány és női ruhák. Mekkora lehetőség ez a már megunt, illetve leselejtezett ruhák továbbadására? Én azt gondolom, hogy nagyon jó ötletnek tartom azt, hiszen nagyon nagy pénzügyi válságot élünk itt Magyarországon, és az általunk már kevésbé, de mi jó minőségű ruhákat árulni kedvező áron mások számára, akik nem tehetik meg azt, hogy drágán vásároljanak, ez egy nagyon nagy lehetőség. Lada BMW találkozót tartottak Csengelén. A már hagyománynak számító július 13-ai egésznapos eseményen autószépségverseny, drift bemutató és jó hangulat várta az érdeklődőket. A csengelei Lada BMW találkozóra Kis Csabi is elhozta ide autóját. Mit lehet tudni erről az autóról? Hát sziasztok, Kis Csaba vagyok. Saját építés, ez egy 2 JZ motor van benne, egy L46 karosszéria és egy L92 M3 body kit. Igazából 508 lóerő, 80 lóerő keréken és 680 Nm. Ez egy semiprós driftautó, igazából szerintem pro kategóriában is megállja a helyét. Én hobbi szinten üzem ezt a sportot, amikor van rá. Az előző percekben egy drift bemutató is volt itt. Mennyire nehéz ennyi lóerőt kezelni? Hát, figyeljetek, ezek nem drift bemutató konkrét, ez csak egy ilyen kis kapartatás. A driftem itt kezdődik, egy csak kapartattunk, ilyen kis falunapos stílusba. A drift az kint nagy pályán kezdődik, ahova bátorság is kell, meg ügyesség. Mióta van meg neked ez az autó, mennyire szereted ezt? Hát figyeljetek, ezt az idén építettem, ezt a karosszériát. Régebb volt a csinálom, hobbiként üzöm. Egy L46-os karosszériában volt tavaly előtt. Csak most egy kicsit átgondoltuk, átépítettük, kicsit modernebb stílusba. Te honnan érkeztél egyébként? Petőfi szállásról jöttem, szomszéd falu, úgyhogy átnéztünk a szomszédba. Akik itt esetleg kedvet kapnának autóépítéshez és egy kis hobbihoz, mit tanácsolnál nekik? Hát inkább autóépítés, mint más. Hát igazából sok minden nem tudok tanácsolni. Kitartást! BMW E36 coupé is van itt a csengelei BMW, illetve Lada találkozón. Hány lóerős ez a járgány? Hát ilyen 450 körül van keréken. Ez is egy épített, ugye? Így van, teljesen épített autó. Drift előtt megépítve. Mennyi munka ezt megépíteni? Hát ez rengeteg idő.
amire sose készül egy versenyautó. Ezt mindig valamit csinálni kell rajta. Mi volt a legutóbbi fejlesztés itt a drift verseny előtt? Hát figyelj, a turbo most került bele. Úgyhogy most eddig szívóval mentem, úgyhogy most ez így turbósítva lett. Úgyhogy szinte háromszoros a lóerő, mint előtte volt. Neked mióta van meg ez az autó? Ez a 8. éve. 7 évet szívóval mentem, és most lett átépítve turbósra az autó. Honnan érkeztél ide Csengelére? Kecskemét Hetényegyházáról. Már régóta ide járunk, szeretjük ezt a rendezvényt. Július 13-án Csengelén minden a BMW-kről és a Ladákról szól. Mekkora hagyománya van a mai rendezvénynek? 13. éve rendeztük meg a Lada BMW találkozót. Mennyien vettek most részt? Volt egy kiállítás is itt a délután folyamán, illetve egy drift bemutató is? Hát szerintem most nem tudom pontosan a regisztrációt, hogy mennyien volt, de úgy satszolok, hogy 80-90 autó jött végül el. Milyen programok várják a kilátogató érdeklődőket? Hát ugye most szusszalunk egy kicsit, pakolunk, és akkor utána esti programunk lesz, Sterwinskit várjuk. Aki már itt van, az már hangol, és akkor jó diszkót szeretnénk. Meg ugye előtte szeretnénk egy ilyen grilles, ilyen sütögetős, baráti, beszélgetős estét csinálni. Ez olyan 6 órától 9 óráig lesz majd. A Ladások és a BMW-sek egy összetartó közösség is. Mi ezt tapasztaltuk a délután folyamán, ez valóban így van? Igen, így van, mert Ladások, a BMW-s azért tartanak össze, mert a BMW-sek előzőleg Ladások is voltak. Ugye aki Ladás, az utána a BMW-s, mert hátsókerékhajtás, mind a kettő hátsókerékhajtás. A Csengelei Lada BMW találkozón nem csak BMW-k, hanem Ladák is vannak, ugyebár ti mivel érkeztetek? Egy 1002-es Ladával, 1985-ös gyártású. Mit lehet tudni erről a remek járgányról? Ezt egy középkorú nőtől vettem Sándorfalváról. Kicsikét ramaty állapotban volt, újítgatom mindig, amikor van rá lehetőségem, és a fiammal el szoktunk menni, meg a feleségemmel veterán találkozókra. Ez egyfajta családi program is itt ma, ugye? Igen, az. Feleségem dolgozik, mi meg a gyerekkel nyaralunk. Rengetegen érkeztek ide Csengelére. Ön honnan érkezett? Kakucsról. Mögöttünk egy Lada típusú járgány látható. Mit lehet erről tudni? Hát, szeretem. Mikor vásárolta ezt az autót? 18-ban lett vásárolva, szét lett szedve, és ilyen állapotra lett összerakva. Épített. Mennyi munka van egy ilyen építéssel? Hát, egy fél év. Ez folyamatos, vagy most már egy 100%-os autó van itt mögöttünk? Folyamatos. Hogyan lehet fejleszteni ezt az autót? Eléggé ritka ez a színválasztás is. Honnan jött ez az ötlet? Hát biztosra szerettünk volna menni, hogy eltaláljuk a szint, és akkor így a Kawasaki-nak ez egy gyári színe, és akkor ezzel mellett választottunk, mert nagyon mellé lehet nyúlni a színválasztásba, az árnyalatban nem olyan, akkor az embernek nem tetszik, és csak belőle a sok pénzt. Tehát ezt tudtuk, hogy ez így fog kinézni ebbe a színskálába. Magyarországi Lada közösség tagjaként vannak itt. Mekkora ez a közösség itthon? Hát, nem tudom, menj korán. Egyre nagyobb áll Istennek, azt mondják itt hátulról. Közösségépítő szerepe is van itt a mai napnak, akkor ezt elmondhatjuk, ugye? Természetesen. Összejövünk, eszünk, iszunk. Jól érezzük magunkat. Kicsit visszatérve ide az autóra, milyen felszereltsége van ennek az autónak? Hát, ebben van egy síróváltó, egy nagy vezérműtengelyt kapott, tehát fel van húzva, szervó van benne, alufelni. Egy erősebb kuplung van benne, és ennyi igazából. Nagyon nem akarom a motort már túlfejleszteni, mert így is elég átúrni a műszakin. Hány lóerős? Hát ez gyári igazából. Nagyon kevéssel több, mert a nagy tengely véget. Nem tudom, az mennyit jelent, megmondom őszintén. Hová szoktak menni nyáron? Sok lehetőség van így a Lada közösség tagjaként? Hát van azért általában, de megvan ez a 3-4 alkalom. Csengele, Soltvadkert. Mogyoród esetleg, Izsák, tavaly voltunk ott először mondjuk. Csengelén már igazán nagy hagyománya van itt a Ladáknak és a BMW-knek. Talán júliusban Ladák BMW-k nélkül nem is lehet meglenni, ez így van? Igen, hát meg egész télen, egész nyáron nem.
az embernek van egy kis szabadidője, beleül, megy vele egy fél óra, óra hosszát, és akkor megfiatalodik, kipihenni magát. Különlegesebbnél különlegesebb BMW-k vannak itt a piactéren. Erről mit lehet tudni? Szia, Zsákai Zsolt vagyok. Ez egy BMW E92 330D, 300 lóerő, 600 Nm. A fóliát Budapesten Kis Péter, a BG Design Kft. Csinálta, M3-os nyomtatható fólia van rajta. Nagyon nagy alakítás nincs rajta, ugye a sok problémák miatt. Igazából nagyjából ennyit tudok mondani az autóról. Akkor elmondható, hogy nagyjából minden eredeti rajta, kivéve a fóliát? A fólia nem eredeti, az ültetés nem eredeti rajta, a felnél nem eredeti. A fólia nem eredeti, de azon minden amúgy minden gyári benne. Mióta van meg neked ez az autó? 2 éve. Kicsit itt a BMW-s közösségről itt Magyarországon. Mekkora közösség ez? Nagy. Főleg a Kunfehértói közösség. De szóval mindig szoktunk menni BMW fesztiválra, most is volt. Több száz BMW. Tehát BMW van, nagyon jó. Érdemes oda elmenni meglátogatni. Mert nagyon sok szép autó van, nagyon sok szép BMW. Egyedi, épített, nagyon szép autók vannak. Milyen lehetőségeik vannak itt a BMW tulajoknak Magyarországon? Ez egy nagyon fogós kérdés. Igazából ez nézőpont kérdése, hogy ki mire akarja használni az autóját. Igazából, hogy a driftre, akkor ugye drift, ha családi, akkor családi, ha kicsit sportosabbat, akkor meg kupé. július 12-én és 13-án őszi barac fesztivált és falunapot tartottak Szatymazon. A közkedvelt nyári gyümölcs termesztésének nagy hagyománya van már a településen. A kétnapos rendezvényt számos program és fellépők színesítették. Minden mellett a friss termés kóstolására és vásárlására is lehetőség nyílt. Július 12-én őszi barac fesztivállal készülnek a nyára itt Szatymazon. Mit lehet tudni a programokról? No, hát gyakorlatilag ez a rendezvény itt a falunapunk, aminek nyilván az alcíme az őszi barac fesztivál, és az őszi barac fesztivál meg úgy jön a képbe, hogy valamikor történelmünk az úgy alakult, hogy Szatymaz lett a délalföldi őszi barac termőtáj központja. Ugye itt a vasút mellett volt egy fölvásárló központ, ahová a környékbeli termelők hozták az ő gyümölcseiket, itt válogatták, csomagolták, és jéggel hűtött vagonokba szállították szerte Európába, és szinte mindenütt kóstolható volt itt a homokhátságon termesztett őszibarack. Ezt a hagyományt szeretnénk ápolni, minden évben őszibarack fesztivált tartunk, ha van termésünk, ha nincs, de általában szokott, még ha jelképesen is. Úgyhogy őszibarack fesztivál minden évben van Szatymazon. És ehhez kapcsolódnak programok is. Az egyik példának okáért egy pálinka verseny. Nyilván a hungarikumok közé tartozik az őszibarack mellett a pálinka is. Idén több mint 160 pálinka mintát ítéltek, bíráltak a szakavatott zsűri tagjai, többek között őszi baracból készült pálinkákat is. De mellett nagyon sok más program is lesz itt a falunapunkon, illetve lesz olyan program, ami sajnos a hőség miatt elmarad. Az egyik legkedvesebb és leglátványosabb programunk szokott lenni a két falunap között született újszülötteink köszöntése. Idén is körülbelül 40 újszülöttünk lett egyébként, akit köszönteni szerettünk volna, de a hőségre való tekintettel azt gondoltuk, hogy erre inkább egy másik időpontot választunk, ami a babák számára is talán elfogadhatóbb és szerencsésebb. Kiket várnak itt a hétvége folyamán? Kiket várunk? Minden olyan fiatalt, középkorút és időst, aki szeretné jó érezni magát az időjárás ellenére is. Igyekszünk olyan programokat összerakni, hogy minden korosztály számára legyen szórakozási lehetőség a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. És nyilván itt, ha körülnézünk, mindenféle aprósággal tudunk készülni. Lehet majd mondjuk sört kóstolni, itt vannak a csikisörös barátaink, vannak kézműves sörök, lesz borász kiállítása is, lesz egy zöldséggyümölcs, illetve helyi alkotók műveiből egy kiállítás a nagytermünkben, lesz alternatív rendezvényünk, aminek a címe a nyár alatt, itt van egy nagyon szép régi öreg nyárfa az művelődési házunknak a kertjébe, a körül egy alternatív programot találtunk ki.
aki kilátogat hozzánk és veszi a fáradtságot magának, hogy eljön, nyilván kóstolhat barackot is, vásárolhat is. Igyekszünk minden igényt kielégíteni. És kicsit visszatérve ide a barack termesztésre, mekkora hagyománya van itt ennek? Hát ez már a történelemnek a része. Ugye annak idején itt is, ahol most állunk, szőlő táblák voltak. Sőt, a művelődési házunk helyén is még az én gyerekkoromban is szőlőültetvények voltak. Aztán, ahogy ez a szőlő valamilyen okból kiveszett a termesztésből, ugye a környékbeli termelők kerestek maguknak olyan növényt, amivel ki tudják váltani a szőlőből kieső bevételüket, és ez lett az őszi barack. Az első őszi barack ültetvényeket még a szőlőtőkék közé telepítették le, aztán szépen a szőlő kiveszett, és maradtak az őszi barack táblák, és most is ezt a fajta kultúrát használják még nagyon sokan. Sok termelő van a környékben, nyilván nem csak Szatymazon termelnek őszi barackot, hanem Zsombóba, Bordányba, Zákányszéken, a környékbeli településeken, talán még Kisteneken is van egy kevés, ha nem is túl sok, de Balástyán mindenképpen. Komoly hagyománya van, és folyamatosan megújulnak az ültetvények, jönnek az új fajták, próbáljuk lekövetni a piac igényeit. Ez egy érdekes feladat. Manapság hogyan lehet alkalmazkodni a rendkívül szélsőséges időjáráshoz itt a barasztermesztésnél? No, alapvetően én is egy őszi barack termesztő családból származom, tehát nekem is volt még őszi barack ültetvényem, még mielőtt ezt a feladatot nem kaptam a nyakamba. Az ültetvényeim még most is megvannak, nyilván nem én művelem őket, hanem a család többi része. Egy komoly kihívás elé állítja az időjárás az őszi barack termesztőket. Sok-sok évvel ezelőtt általában úgy kalkuláltunk, hogy egy 10 éves periódus alatt mondjuk egyszer fordul elő olyan, hogy a tavaszi fagy, vagy éppen egy intenzív téli fagy károsíthatja a termésünket. Általában mindig egy stabil mennyiségű termésre lehetett számítani. Sajnos az utóbbi jó pár esztendőben, ahogy az időjárás kezd változni, jönnek a szélsőségek. Jönnek olyan tavaszi fagyok sorba egymás után, ami igen jelentős terméskiesést okoz. És nyilván a kedves termelők próbálnak védekezni. Nagyon sokféle módszer alakult erre ki, és azért vannak olyan módszerek, ami hatásos is. Nyilván a legjelentősebb a tavaszi fagy. Ennek is két fajtája van alapvetően, nem tudom mennyire menjünk bele szakmába, van a szállított, illetve a kisugárzásos fagy. A kisugárzásos fagy ellen lehet védekezni, elég keményen, de lehet védekezni, a szállított fagy ellen kevésbé. Tehát itt azért, aki komolyan gondolkodik abba, hogy ő az őszi barack termesztésre szeretné alapozni a gazdaságát, annak komoly kihívásokkal kell szembesülnie, de azért a helyi gazdák ezt mind meg szokták oldani, és meg tudják oldani. Tavaly is volt termésünk, tavaly előtt is, nyilván azért a fagy éreztette a hatását. Idén lehet mondani, hogy szinte mindenkinek teljes termése van, nagyon szép gyümölcsöket lehet a piacra vinni, vagy éppen a piacon találni, mindenkinek az igényét ki lehet elégíteni. És valóban nyilván lehet találni a piacon nem magyar termést is, nem magyar barackot, nagyon jelentős a spanyol, az olasz, a görög őszi barack termesztés, és nyilván ezeket a gyümölcsöket olyan állapotba kell betakarítani, hogy szállítható legyen, hogy mire ideér, sajnos addigra azok az íz- és aromanyagok nem alakulnak ki benne, amit a helyi gyümölcsnek a sajátja. Tehát, ha valaki egy homokhátságon termesztett gyümölcsöt kóstol meg, ami olyan stádiumba kerül le a fáról, amikor már minden íz, aromanyag kialakul benne, különbséget tud tenni, hogy ez most itt termett, és egy jó ízű gyümölcs, vagy éppen egy nagyon hűtött, nyersen leszedett dél-európai országból származó gyümölcs. Annak idején, amikor még a mi őseink itt a szatymazi átvevő telepre szállították a termésüket, akkor itt valóban nem a legmodernebb technikával, de jéggel hűtött vagonokba szállították a gyümölcsöt szerte Európába, sőt, lehetett mondani azt, hogy Párizstól Szentpétervárig lehetett vásárolni a homokhátságon termesztett gyümölcsből. Az akkori termesztők se voltak sokkal okosabbak, mint a mostaniak. Mégis ez a módszer működött és bevált. Szerintem ez most is működik, vagy működhet. Sajnos a termő területünk viszont igen erősen csökkent. Pontosan azért, mert hogy a termés biztonság is csökkent.
Ezért a kedves termelőknek az őszibarac mellé ki kell találni más olyan kultúrnövényt, amiből, hogyha az őszibaracból nagyon nagy kiesésük van, mégis el tudják tartani a gazdaságukat, a családjukat. Ez lehet adott esetben földi eper, sárgadinje, vagy éppen bármilyen más zöldségkultúra. Ezt, ha megnézzük egy-egy gazdaságot, meg is lehet találni, és meg is lehet figyelni. Képviselőtestülete 2024. június 20. napján megtartott rendes és zárt ülésén meghozta a 158/2024 KT számú határozatát. Ennek a határozatnak az értelmében Szatymasz község képviselőtestülete a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymasz községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló rendelete értelmében az egészségfejlesztés területén végzett kiemelkedő munkájáért Szatymasz községért kitüntető címet adományoz Lippai Józsefné részére. Lippai József Jánosné, nekünk Marika. 1957. január 7-én született, gyermekkorát Forráskúton töltötte. Férjhez menetele után költözött Szatymazra, ahol a mai napig is él. Két felnőtt, diplomás gyermeke van, és immár kétszeres nagymama. 2023. december 31-én fejezte be az orvos-írnoki munkáját, amelyet 37 éven át végzett Szatymazon, a második számú vagy kettes számú házi orvosi körzetben. Dr. Zlatarov László mellett indult az egészségügyi pályája, akire a mai napig őszinte szeretettel emlékszik. Egy átmeneti időben a két házi orvosi praxis betegeit egyedül dr. Lengyel Dezső látta el, így aztán vele és munkatársaival is közvetlen munkakapcsolatba került, majd 1988-tól 6 éven át dr. Komáromi Zoltánnal dolgozott. 1994. október 1-én került a kettes számú praxisba dr. Lengyel Andrea doktornő, házi orvosunk, akivel Marika a nyugdíjba vonulásáig, azaz kicsit több mint 29 évig voltak munkatársak. Kissé viharos volt ez a házi orvos váltást, de megkezdődött a munka, kölcsönösen nem foglalkoztak ezekkel a problémákkal, és tették a dolgukat. A 29 év alatt minden nap, újra és újra, erőt merítve egymásból, a munkatársakból, a betegekből, a sikerekből, és esetleg tanulva a kudarcokból is. Marika mindig az állandóságot, a biztonságot jelentette a 37 év alatt, mind a betegek, mind a munkatársai számára. Bölcsességére, józan gondolkodására, a munkatársai empátiájára, munkatársai az empátiájára, gondoskodó szeretetére, minden hozzáforduló beteg számíthatott. Munkáját teljes odafigyeléssel, pontosan, precízen végezte, minden problémánál mindig a legpraktikusabb megoldást keresve. Sosem a munkaidőnek volt vége, hanem befejezte a feladatokat. Kezdetektől részt vett a már hagyományosnak mondható őszi egészséghét szervezésében, lebonyolításában. Ötleteivel, praktikus tanácsaival és nem utolsó sorban szabad ideje terhére végzett önkéntes munkájával segítette, hogy a rendezvény évről évre sikeres legyen.
Fáradhatatlan munkaerő volt ő a járványok idején is. A napi gyógyító munka mellett mindig örömmel vett részt azokban a feladatokban, ahol a betegség megelőzést kapott hangsúlyt. Résztvevője volt a szűrővizsgálatoknak, prevenciós projektek lebonyolításának. Nyugdíjba vonulását megelőző hetekben az eltelt 37 év dokumentációját elrendezte, az irattárat leselejtezte, a kartonokat rendbe tette, és a munkakörébe tartozó feladatokat precízen átadta, megmutatta utódjainak. Számára mindez annyira természetes volt. Igazi csapatember, mindig rendkívül fontosnak érezte, hogy a szatymazi alapellátás résztvevői egy jó közösséget alkossanak, együtt gondolkodjanak, ne legyenek egymás ellenfelei, hiszen mindannyian községünk lakosaiért dolgoznak. Magánéletében is ezek az elvek vezérlik, hiszen kezdettől fogva aktív tagja a Szatymazi Nőegyletnek, számtalan rendezvényen találkozhatunk és találkozhattunk vele. Nagyon sokat köszönhetünk önnek, neked, kedves Marika. Köszönjük ezt a 37 évet minden Szatymazi nevében. Kívánjuk, hogy valóban hosszú, jó egészségben eltöltött nyugdíjas éveid legyenek. Felkérem polgármester urat, hogy az adományozott részére a kitüntető címet, az oklevelet és az emlékérmet adja át. Község képviselő testülete ezen a bizonyos 2024. június 20. napján megtartott ülésén egy másik határozatot is hozott, a 157/2024-es számú képviselőtestületi határozatot, melynek értelmében Szatymazi Község képviselő testülete az oktatás és a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájáért Szatymazi Községért kitüntető címet adományoz Lindholm Csányi Eszter részére. Lindholm Csányi Eszter Mária 1959. szeptember 17-én született Szegeden, és egy balástjai, nagyon szorgalmas, becsületes, gazdálkodó család második gyermeke volt. A szülők nagy szeretettel nevelték lányaikat egymás megbecsülésére, támogatására, és nővérét sokszor elkísérte az iskoláig, a balástjai tanyavilágban. Már 5 évesen megtanult írni, olvasni, amikor az idősebbik testvér a házi feladatait készítette. Általános iskolai tanulmányait tanyai iskolában végezte, Balástya külterületén, az Alsó Gajgonyai iskolában Frányó tanárbácsi mellett, és már iskolás évei alatt megbízta Frányó tanárbácsi őt a kisebbek tanításával. Itt fertőződött meg a tanítás örömével és sikerének boldogságával. A 8 év alatt 2 nevelője volt, akit a mai napig példaképnek tekint. Családja és nevelői által sajátította el az adott szó becsületét, a kitartó munka szeretetét, a megbízhatóságot, az egymás iránti tiszteletet. Akkoriban még a kémia és a biológia állt az érdeklődésének a középpontjába,
Így 1974-ben a szegedi Fodor József élelmiszeripari szakközépiskolába iratkozott be. Középiskolai tanulmányai alatt néhány tanára felkeltette az érdeklődését az irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt. 1978-ban jeles érettségi eredménnyel végezte el a szakközépiskolát, ahol húsfeldolgozói képesítést is szerzett. De ekkorra már tudatosodott benne, hogy ez téves pályaválasztás volt, és ő inkább a tanári pálya iránt érdeklődik. A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán végzett, általános iskolai tanárként 1983-ban. A pályakezdő éveit Balástyán töltötte, majd 1989-ben kezdett Szatymazon tanítani, kezdetben napközis nevelőként végezte itt a munkáját. Mai napig emlékezetes számára az egyik délután, amikor délutáni udvari tanulói kísérlet, melynek során a buzgó nebuló megismételte, amit a kémia órán tanult, és az csoport és Eszter számára kiderült, hogy az udvari kuka lángokba borult. Ekkor világosodott meg számára, hogy a tanári munka bizony mindig meglepetésekkel jár, és a legváratlanabb dologra is fel kell készülni és észszerűen reagálni. Mindig nyitott volt a változásokra, a megújulásokra, ezért mindig kiegészítette ismereteit és módszertani repertoárját, így 1995-ben angol szakos nyelvtanári diplomát szerzett a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 1999-ben számítógépkezelői tanfolyamot végzett, majd 2007-ben egy finnországi egyetem mesterképzési programján interkulturális tanulmányok szakon, kommunikáció és szervezés szakirányon egyetemi diplomát szerzett. 2011-ben az Interaktív tábla használata az oktatásban című tanfolyamon készítette fel magát a digitális oktatás módszereiből, 2012-ben TÁLC tanfolyam vezető és vizsgáztató felkészítésen vett részt, amely napjainkig segíti a nyelvvizsgára való felkészítést iskolánk tanulói számára. 2016-ban pedagógus 2 minősítés fokozatot szerzett a pedagógus életpálya modell előmeneteli rendszerében. Osztályfőnökként, valamint a humán munkaközösség vezetőjeként aktív és fáradhatatlan tagja, több évtizede az iskolánknak. Mindig fontosnak tartotta a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételét nevelő-oktató munkája során. Kiemelt empátiával és segítőkészséggel fordult a hátrányos helyzetű gyerekekhez. Jelentős sikereket ért el a tehetséggondozás terén is, és néhai férjével, Rénó Lindholmmal pénzügyi támogatásban részesített több kiemelkedő tanulmányi eredményű és aktív közösségi munkát végző ballagó diákunkat. Pedagógusként példát mutatott a gyermekeknek a becsületes, kitartó, következetes és innovatív életszemléletével, megértő, szerény, ugyanakkor határozott egyénisége a nevelőtestület tagjai számára is mértékadó volt több évtizeden keresztül. Javaslataival és véleményével segítette az iskola vezetés munkáját is. Lindholm Csányi Eszter Mária olyan tanáregyénisége a szatymazi oktatásnak, akit igazán szívébe zárt növendék, pedagógustárs, valamint sok-sok család. Hiszen mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, mindig tanárokra emlékszik, nem módszerekre és nem technikákra. Szívből gratulálunk Eszternek az elismeréshez, kívánunk jó egészséget a Szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskola közössége nevében és természetesen az önkormányzat nevében. Felkérem polgármester urat, a kitüntetett részére adja át az emlékérmet és az oklevelet.
én köszönöm ezt a meglepő elismerést, én nem számítottam rá, de nagyon köszönöm a község elöljáróinak, az iskola vezetésének, minden kollégámnak, minden tanítványomnak és a kedves szülőknek is. Tényleg, ez méltó keretezése talán a pályámnak, amit talán nem is befejezek, csak egyszerűen abba hagyok most, mert erről az ösvényről nagyon nehéz letérni, de most úgy érzem, hogy erre van szükségem. Köszönöm szépen! Köszönjük, Eszter! Kedves vendégeink, próbáltunk most egy kicsit pörgősebbek, rövidebbek lenni. A megnyitó ünnepségnek ezt a hivatalos részét ezennel bezárnám, és tisztelettel, szeretettel invitálom a kedves meghívott vendégeinket, hogy a nagy terem melletti kisebb, hát nem hűvösebb, de kisebb teremben vegyenek részt velünk még egy kis beszélgetésen. A többiek számára Faluház vezetőasszonynak van némi kulturális programja és mondani valója, illetve nagy szeretettel hívok, várok, invitálok mindenkit a Faluház nagy termébe, ahol az idén is egy csodálatos kiállításban van részünk. Picit rendhagyó, picit másabb ez a kiállítás, mint szokott lenni, de azt gondolom, hogy ugyanannyira színvonalas és élvezetes ennek a megtekintése. És itt szeretném nagy-nagy szeretettel megköszönni azoknak a dolgos kezeknek, akik ezt a kiállítást az idén is létrehozták, akik megálmodták, kreativitásukat odatéve egész nap dolgoztak vele. Köszönjük a tárgyi és gyümölcs-zöldség adományokat, amik erre a kiállításra megérkeztek, és mindenképpen a megalkotóknak a fáradhatatlan munkáját. Nem tudom, hogy itt van a körünkben Gyuri Zsuzsanna, aki mindig ennek a fő szervezője és létrehozója és kreatív királynője, mert amennyiben, ha itt van körünkben, akkor átadnék egy ajándékcsomagot, ha pedig nem, akkor majd tolmácsoljuk köszönetünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a türelmet, és kívánok hűvösebb estét. Viszontlátásra! Az Őszi Barac Fesztivál megnyitóján egy kiállítás is megnyílt itt a Dankó Pista Művelődési Házban. Mit lehet tudni erről a kiállításról? Ennek a kiállításnak óriási múltja van. Több évtizeddel ezelőtt már kialakult ez a szokás Szatymazon, hogy a helyi termelők, zöldség, gyümölcstermesztők, növénytermesztők, virágtermesztők összehordják tulajdonképpen az ő büszkeségeiket. Ez egy nagyon szép közösségi összefogás, és azóta is tart. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy egyre csökken a termelők száma, virágos már nagyon kevés van. Tehát, hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, folyamatosan az látható, hogy dinamikusan csökken a virágtermesztők száma, de csökken a fiatal baraszt és zöldségtermesztők száma is. És ezért egyre nehezebb olyan kiállítást összehozni, amit csak tömött-tömött virág, barack, mindenféle zöldséggyümölcs, nem is tudjátok most azt elképzelni, hogy ez mennyire tele volt ez a nagy terem. És azon kellett elgondolkodnunk, hogy mindig valamiféle tematikát találjunk ki ennek a kiállításnak, tavaly például helytörténetre élesztük ki, most pedig helyi alkotók munkáit kerestük, meghirdettük ezt a lehetőséget, és nagyon sokan nagyon sokféle alkotást küldtek be, mint hogy az látható is, eléggé eklektikus is a kiállítás anyaga, azért, mert rettentő sokféle tehetség van itt a faluban. Meglepő, hogy mennyire különböző technikákkal, mennyire érdekes, meg különleges alkotások is születhetnek, nem kifejezetten csak a hímzés, vagy a kötés-horgolás. És a gyümölcs-zöldség kiállítás szektor is ugyanúgy működik továbbra is, tehát az összefogás nem hagyott alább, csak kevesebb a termény. Milyen alkotásokat láthatnak itt az érdeklődők, illetve meddig láthatják ezeket? Ez a kiállítás mindig a falunap idején tekinthető csak meg, tehát ezen a két napon a megnyitótól a
szombati záró koncertig, és most próbáltunk egy olyan hűsítő, üdítő kis feelinget teremteni itt bent a színpadon elhelyezett vadászati kiállítás résszel. Azok nem magánalkotások, nem amatőr alkotások, hanem a Kis Ferenc Erdészeti Technikumtól kaptuk kölcsön őket, és próbáltuk ezt valahogy ezt koncepciózussá tenni, ezt a kiállítást, mert azért meg kell magyarázni, hogy most miért látunk itt indián fejet, meg hímzést, meg horgolt figurát, közben puskázom is, de festett képeink is vannak, varrott tárgyak is. Hát ez a sokszínűségünket fejezi ki, hogy mennyire sok tehetséges ember van, és hogy mennyire örülünk egymásnak, és mennyire büszkék vagyunk a másik sikerére. Ezt próbáljuk elősegíteni, és a vadászat meg, ugye vadászkürtösöket biztosan hallottátok kint a megnyitón, azt is ki kellett találnunk, hogy hogyan tudunk egy olyan milliót teremteni itt bent, ami egy kicsit a vadászatra is utal, és hát ezért van az, hogy itt kitekintünk mondjuk a nappali ablakon, akkor egy erdőre nézünk, és ilyen nagyon kis pihentető zenével, pihentető erdős képsorokkal próbáljuk egy kicsit így itt tartani a közönséget. Tehát muszáj mindig valami újat kitalálni, nagyon nem egyszerű feladat, de nagyon jó csapat dolgozik. Itt Szatymazon Gyuri Zsuzsit úgy ismerik, Zuzuka, van egy nagyon jó csapata, és nagyon sokat alkotnak együtt. Itt a mögöttem látható barackos installáció, ez például egy ilyen nagyon hirtelen, ihletett állapotban megszületett ötlete, amikor ugye az ember egy kicsit, hogy is mondjam, szóval megszenved azzal, hogy na, milyen újat tudunk még mutatni, milyen új köntösben, mert hát várja a közönség, hogy na vajon most az idén mi fog történni. Kézműves sörökkel is lehet találkozni itt a Szatymazi őszi baracnapokon. Milyen fajta sörök ezek? Budapesti cég vagyunk, a Ludas Sörfőzde. Ez 15 éve működő cég vagyunk, körülbelül 15 féle sört gyártunk folyamatosan. A nyári sörök és a téli sörök, hát nyilván ugyan nem ugyanaz a választék, az alapsörök maradnak, a világos, a vörös, meg a fekete, de hát vannak olyanok a nyáriak, például a mangós, a mohitós, ami most a Balatonon nagy sláger, a téliek, a zöldalmás, a gesztenyés, és hát mindenféle finomság, persze. Meggyes, ugye, meg áfonyás, ezek az alapsörök, amit szeretnek a fiatalok. Említette itt a téli, illetve a nyári söröket. Mi a különbség a kettő között? Hát az ízvilág, hát és a feeling, ugye, hát egy mangósör az a nyárt idézi, egy gesztenyés, mert őszt, a telet, hát nyilvánvaló, ugye ez a fő különbség közötte. Melyek a legnépszerűbb sörök itt idén nyáron? Hát idén nyáron, ugye a Balatonon, az előbb is mondtam, a mangós, a mohitóst, amit nagyon szeretik a fiatalok, főleg a lányok. Hát én azt gondolom, a meggyes, az áfonyás az mindig is láger volt, az epres is persze. Hát télen egy kicsit másabb már a választék, ugye a sör az már november környékén ugye az már lecsendesedik, de hát akkor ugye áttérünk a forralt sörre, és mindenféle olyan finomságra, ami a sörrel kapcsolatos. Különleges ízvilágú sörök is láthatók itt mellettünk. Melyik a legkülönlegesebb? Igen, csinálunk sörmixeket, ez azt jelenti, hogy konyakos meggyest, rumos szilvást, viszkis vöröset csinálunk. Ezek a sörök azt hiszem csak nálunk kaphatók az egész országban, ez azt jelenti, hogy ez mix sörök, tehát ezt nem igazán együtt főzzük, hanem ízesítjük a söröket, és ezáltal olyan különleges ízvilágot tudunk adni a vevőinknek, amiket azt gondolom, hogy nagyon nagy örömmel fogadnak, és nagyon szeretik, és kérik. Remélem itt is Szatymazon a fesztiválon. Melyik különlegességet emelné ki? Önnek melyik a kedvence? Nekem a viszkis vörös, abszolút. Tehát egy scotch whisky, egy ír vörös sörrel, az egy csúcssör. Az egy 7,5-8%-os alkoholtartalmú, és én azt gondolom, hogy ezt meg kell kóstolni. Tisztelt hölgyek, urak! Ma ugye falunap van, őszi barack fesztivál, és nyilván ebből a szeretett gyümölcsből sok mindent lehet készíteni. Nagyon jó gyümölcs formájában is, de bizony, valljuk be őszintén, mi férfi emberek nagyon szeretjük a pálinkát. Ennél fogva hosszú évek óta rendszeres
eseménye a Szatymazi falunapnak a pálinka verseny. Idén sem maradtunk el a verseny nélkül. Szakavatott zsűrink több mint 160 pálinka mintát bírált el, és ezek közül kiemelt helyet foglaltak el az őszi borac pálinkák. Én most szeretném átadni a szakmának a szót, ők értékelik a versenymunkákat, és bizony igen szigorú ítéletet is hoztak róla, és kiválasztották a kategória győzteseket is. Tisztelt zsűri, szeretném, hogy felfáradjatok ide a színpadra, és átadom a szót a szakmának. Uram, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, illetve köszönjük azt a megtisztelő felkérést, hogy idén is a Magyar Magánfőző Pálinka Egyesülete volt az, aki ezt a pálinka, mustrált pálinka versenyt le tudta bonyolítani, mint ahogy az előző 6-ot, 7-et, 8-at, 5-öt már úgy szintén. Tisztelettel köszöntök minden vendéget, előjárókat is, azokat az elvetemülteket, akik ezekben a forróságban, forró időkben itt tudnak velünk lenni. A nevezőket kiemelten, akik megtiszteltek minket azzal, hogy ezt a 167 pálinka mintát ránk bízták, illetve szakértői véleményezést kértek róla. Én azt gondolom, hogy csütörtöki napom, tegnap, igencsak megizzadtunk ezen a munkán, pedig be volt kapcsolva az összes klíma és full ventilátorral dolgoztak. Nekünk is nagyon oda kellett figyelni, mindenkit megviselt ez a nagy meleg, de ennek ellenére hatalmas nagy sikerek születtek. Egész pontosan puskáznom kell egy kicsit. A 167 mintából 68 minta lett aranyérmes, 67 minta ezüst minősítést kapott, 21 bronzot, és mindössze 11 esetben nem tudtunk csak köszönő oklevelet kiosztani, ami azt jelenti, hogy óriási fejlődés van a pálinkák minőségében, mérhető és kimutatható fejlődés, ami nyilván ezeknek a versenyeknek, mustráknak, és hogyha lett volna alkalom, akkor a szakmai fórumnak is köszönhető. Nagyon sokan, nagyon felelősségteljesen és teljes körűen odafigyelnek a gyümölcs feldolgozására, az erjesztésre, a lepárlásra, illetve olyan szakemberekre bízzák, akik ezt nem rontják el. 9 kategóriában lett a versenykiírásban megnevezve, tehát 9 kategóriában gyűjtöttük a pálinkákat. 42 nevező nevezett, 23 településről, Erdélyből, Délvidékről és Magyarországról. Azt gondolom, hogy egy nagy tapsot megér ez a sok nevezés, ez a sok nevező, ez a sok finom pálinka. Én nem is szaporítanám a szót, mert perceken belül kiszáradunk mi is itt a színpadon fönt, és szeretném megkérni Muty József kollégámat, illetve polgármester urat is, hogy segítsen átadni a díjakat. ABC sorrendben fogunk mindenkit kiszólítani, és az oklevelekkel együtt átadjuk azokat a kézzel írt és aláírt minősítő lapokat is, amikről az imént beszéltem, amik tegnap születtek. Én arra kérek mindenkit, hogy azokat figyelmesen olvassa el, az ott leírt tanácsokat fogadja meg, illetve az ott szereplő dicsérő szavakat is vigye haza magával. Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, akik ebben a forróságban még velünk tudnak tartani. Azért, hogyha vég lesz a díjkiosztónak, utána ez egy nagyon látványos eseményünk, azt mondjuk kérem, várjátok meg, és utána támadjuk meg a Csikisör sátrát, ahol föl tudunk majd üdülni. Kezdenénk akkor a díjkiosztást, ahogy Attila elnökünk mondta, névsor szerint. Szeretném a színpadra szólítani elsőként Apró Mihály urat, aki őszi kajszi barack pálinkájával bronzelismerést, sárga barack pálinkájával ezüstelismerést, Kántor Jánosi megy párlatával ezüstöt, málnájával aranyelismerést ért el. Gratulálunk, tapsot mindenkit, megérdemel. Következő nevezőnk Bohócki Zoltán úr Temerinből, nem tudom, hogy
van-e képviselő Temerinből, nincsen. Azért felolvassuk, amit nyert. Megy pálinkája ezüst elismerést, konyakja pedig szintén ezüst elismerést ért el. Köszönjük a nevezést Délvidékről. Következő nevezőnk Csikós Tamás úr Piris Csabáról küldte el mintáit. Különlegességekkel lepett meg bennünket. Szarvas gombára ágyazott almája aranyminősítés. Szarvas gomba eszenciával érlelt almája szintén aranyelismerés. Cigány megy ezüstelismerés. És a badacsonyi Riesling borpárlata szintén ezüstelismerésben részesült. Gratulálunk nekünk. Még annyit szolgálati közleményként tudnák mondani, hogy ezeket a pálinkákat, az aranyérmeseket holnap meg lehet majd kóstolni itt a fesztivál keretén belül. Következő nevezőnk Nyárát Szent-Simonról küldte el a mintáit, ő a Csippán pálinkaház, körte pálinkája aranyelismerést ért el, málnája aranyelismerést ért el, fekete cseresznye ezüst elismerésben részesült, megy ezüst elismerésben, földi eper ezüst elismerésben, és az almája is ezüst elismerésben részesült. Gratulálunk! Képviselője veszi át. A következő nevezőnk az Nyárát Szent Simontól lényegesen távolabbról érkezett, Dunaharasztiból nevezte a mintáit. Dankó Géza urat szeretnénk kérni a színpadra, aki birsével aranyelismerést, pölöskei muskotáj szőlőjével aranyelismerést, kifferkörtéjével aranyelismerést, meggyével ezüstöt és Jona Prince almájával is ezüstelismerésben részesült. Gratulálunk! Aztán ismét visszavegyünk Erdély vidékére. Az Erdély Pálinkaház képviselőjét szeretnénk kérni a színpadra. Kibédről, aki szilva pálinkájával bronzot, kökénnyel bronzot, cseresznyével ezüstöt, meggyel ezüstöt, birssel ezüstöt, és sárga barackkal is ezüst elismerésben részesült. Gratulálunk! Gratulálunk! Aztán helyi nevezőt szólítanánk, nem tudom, hogy itt van-e, Horváth László úr Szatymazról, őszi barackjával bronzelismerésben részesült. Nincs itt, akkor nyilván átadjuk neki. Huszár Sándor úr almájával oklevélelismerésben, szőlőjével szintén oklevélelismerésben részesült, nem tudom, itt van-e. Ezek szerint nincs. Következő nevezünk a Huszárbor, aki Hajosról küldte el mintáit, szőlőjével bronzelismerést, meggyével ezüstelismerést, cserszegi fűszeres szőlőpálinkájával ezüstelismerést, és Hajos cserszegi másik fűszeresével, ami Baján termett, ezüstelismerésben részesült, illetve neki is volt egy körtéje, ami oklevél elismerésben részesült. Gratulálunk! Nincs. Következő nevezünk még távolabbról, Csurgóról küldte el mintáit, Illia Csaba úr, bodzája aranyelismerésben, körtéje ezüstelismerésben részesült. Gratulálunk a nevezőnek, ő is valószínűleg nincs itt. Jancsovics Ákos Visontáról tisztelte meg a versenyt, szőlőjével aranyelismerésben, szilvával aranyelismerésben, cseresznyével ezüst, sárga baracka szintén ezüst elismerésben részesült. Gratulálunk, és ő itt is van. Kassa László a következő nevezőnk szintén Temerinből. Birsével aranyelismerésben, szőlőjére ezüst elismerést, és körtéjére oklevél elismerést kapott. Gratulálunk! Valószínűleg ő sincs itt. Következő nevezőnk szintén helyi, reméljük ő itt van. Kónya Péter urat szeretnénk szólítani, aki őszi barack pálinkájával aranyelismerésben, sárga barack pálinkájával, sajnos oklevél elismerésben részesült. De van még, úgy látom. Nincs? Kettő van. Nincs. Kettő van, igen.
következő nevező valószínűleg szintén nincs itt, nem tudom, képviselője majd átveszi-e, vagy majd utána. Koszka Ernő úr Szomorról küldte el a mintáit. Cserszegi Szomolyai cseresznyéje aranyelismerésben, Megy pálinkája aranyelismerésben, Toppen plusz Szilva pálinkája ezüstmerismerésben, Sárga Barackia ezüstelismerésben részesült. Gratulálunk neki. Eljutatjuk hozzá mintát. Következő nevezőnk Szegedről küldte el a mintáit, reméljük, hogy itt is van, igen. Kulacsik János urat szeretnénk szólítani a színpadra, aki Cigány megyével aranyelismerésben, Szomolyai cseresznyével aranyelismerésben, Szomolyai másik cseresznyével bronzelismerésben, Irsa Jolivér szőlőjével ezüstelismerésben, Almájával ezüstelismerésben, és Sárga Barack pálinkájával aranyelismerésben részesült. Gratulálunk! Szintén a közelből nevezett Martonosi György úr, Zákányszékről, Őszi Barack pálinkájával aranyelismerésben, Szilva pálinkájával aranyelismerésben részesült. Gratulálunk! Meg az utánpótlás is. Így érdemes dolgozni, mert van jövő. Már ilyenkor szívni kell a színpad légkörét. Igen, azt is. Következő nevezőnk Sándor falváról küldte el a mintáját. Móricz Ferenc urat szeretnénk hívni. Rita cseresznyéje aranyelismerésben részesült. Gratulálunk! Következő nevezőnk Kecerről indította el mintáit. Morvai Ferenc úr Megye bronzelismerésben, Körtéje oklevélelismerésben részesült. Itt van, gratulálunk. Volt még egy harmadik is. Nem, kettő volt. Egy hosszabb felsorolás fog következni. A Tolna megyei Bátáról küldte el mintáit a Mutpince, Pinova Alma pálinkája aranyelismerésben, Vilmos Körtéje aranyelismerésben, Irsai Lővér szőlő pálinkája aranyelismerésben, Fehér Törköly aranyelismerésben, Vörös Borpárlat aranyelismerésben, Bodzabogyó aranyelismerésben, Szilva Megy Görög Dinnye vegyes aranyelismerésben, Megy Divizli Szamóca vegyes aranyelismerésben, Galagunya aranyelismerésben, Vad Megy aranyelismerésben, Fekete Berkenye aranyelismerésben, Borozzöld Dió aranyelismerésben részesült, Érdi Megy bronz, Kabernet szőlő bronz, Őszi Barack bronz, Leskováci Virsalma ezüst, Germersdorfi cseresznye ezüst, Cigány Megy ezüst, Lepotika Szilva ezüst, Jászmin szőlő ezüst, Málna ezüst, Szamóca ezüst, Vadcseresznyi ezüst, valamint Kabernet borseprő arany, Berkotelló vegyes párlat arany, és Borókás cseresznyéje aranyelismerésben részesült. Gratulálunk! Következő nevezőnk szintén Szegedről küldte el a mintáit. Németh József urat, illetve a képviselőjét szeretnénk kérni. Állítólag itt van. Őszi Barack pálinkájára aranyelismerést, Vilmos Körté pálinkájára aranyelismerést, Otello törköjére aranyelismerést, Birs Irsai vegyesére aranyelismerést, Málnára bronzelismerést, Csipkebogyóra ezüstelismerést, és a Megyére is aranyelismerést kapott. Gratulálunk! Itt van. Kollégáknak kell átvenni a díjat.
Következő nevezőnk Palotásról nevezett, hogyha véletlen valaki ezt nem tudja, hogy pontosan hol is van Magyarországon, akkor elmondom, hogy Nógrád megyében, tehát ő se a szomszédból érkezett. Oldal Gábor urat szeretnénk a színpadra szólítani, ő is egy kicsit hosszabb listát fog kapni. Bigeró cseresznyéje arany, Bigeró cseresznyéje arany, Sárga barack arany, Borseprő arany, Szamóca arany, Málna arany, Szilva arany, Alma bronz, Vegyesbogyós ezüst, Birs ezüst. Gratulálunk! Magyarország után ismét Erdély földjére vándorolunk. Orbán Béla úr nevezett Kibédről, homoktövisével aranyelismerésben, Sárga barack bronz, Som bronz, másik sárga barack tétele ezüstelismerésben, cseresznyéje ezüstelismerésben, és kökény pálinkája aranyelismerésben részesült. Gratulálunk! Következő nevező, akit szeretnénk színpadra szólítani, Budapestről indította el italait, Petrányi Illés úr, muskotályos szőlőjével ezüstelismerésben, sárga barackjával ezüstelismerésben, citrus mixével ezüstelismerésben, és piros Vilmos körtéjével aranyelismerésben részesült. Gratulálok! Következő nevezünk szintén délvidékről küldte el mintáit, Petru István Temerinből, konyakjával aranyelismerésben részesült. Gratulálunk! Neki valószínűleg el kell küldenünk. Biatorbágyi nevező a következő megszólítottunk, Portik Kocsi Róbert úr bodzavirágja aranyelismerésben, borpárlata bronzelismerésben, almapárlata bronzelismerésben, banánpárlata ezüstelismerésben, másik almapárlata ezüstelismerésben, szilvája ezüstelismerésben, Kaki Royó szilvája oklevél, és egy másik almája szintén oklevél elismerésben részesült. Gratulálunk, eljutatjuk neki a mintát. Rózsa Tamás következő nevezőnk, akit szeretnénk színpadra szólítani, Szegedről indított el párlatát, ezüstelismerésben részesült törköje. Ő nincs itt ezek szerint akkor. Smél Norbert urat szeretnénk szólítani, aki Irsai Olivér szőlőjével arany, szilvájával ezüstelismerésben részesült. Gratulálunk! Keceli illetőségű a kedves barátunk, kiváló pálinka készítő. Gratulálunk! Ismét egy temeri nevező, Schneider Sándor úr szőlőjével ezüstelismerésben részesült. Ő sincs itt. Szél István úr Szatymazról, talán ővel sikerrel járunk, szilvája aranyelismerésben részesült, cserszegi fűszeres szőlője szintén aranyban részesült, és törköly párlata ezüstelismerésben részesült. Hát őnek is mit kell majd átadni a polgármester úrnak. Következő nevezőnk Hajósról indította el pálinkáját, Szilágyi Imre huszárbor, Birse ezüstelismerésben részesült. Szegedi nevező a következő, nem, Temerini előbb, Sziveri Róbert úr sárga barackja aranyelismerésben részesült. Ő sincs itt akkor, gondolom. És akkor a szegedi következik, Tari Jenő úr paradicsomja ezüstelismerésben, szilvája ezüstelismerésben részesült. Nem tudom, hogy ő itt van-e Szegedről, nincs. Ismét Temerin, a Temerin kertbarát kör szőlőpálinkája ezüstelismerésben, és almapálinkája ezüstelismerésben részesült. Gratulálunk!
Következő nevezünk Abasárról küldte el mintáit, Tóth Attila úr, Cabernet Sauvignon törköly arany, Tűztövis arany, Kékfrankos törköly arany, Csipkebogyó arany, Birs arany, Körte bronz, Alma bronz, Sárga barack ezüst, Alma dió ezüst, és ennyi, igen, mert ugye két Tóth Attilánk is van. Jó. Ez volt a zavasári? Jó, mert van egy Balástyai Tóth Attilánk is. Balástyai körtéje bronz, sárga barack ezüst, és Alma dió vegyese szintén ezüst elismerésben részesült. Nincs itt. Jó. Van egy Tóth Endre nevezetű nevezünk szintén Balástyáról, aki szilva mintáját küldte el, és ezüst elismerésben részesül. És a Tótokban még nincsen vége. Tóth János úr Szatymazról sárga barackjával bronz elismerésben részesült. Nem tudom, hogy ő helyi. Itt van-e? Nincs. Tóth József úr Szegedről küldte el írsarjúvér szőlőpálinkáját, és arany elismerésben részesült. Ő sincs. Török Tamás, szintén szatymani nevezőnket szeretnénk szólítani. Törköjével aranyérmet, másik törköjével sajnos csak oklevelet, és harmadik törköjével is csak oklevél elismerésben részesül. Gratulálunk neki. Újvári Csaba úr Szegedről küldte el a mintáit. Jön közben a nevező úr? Akkor megvárjuk. Végül, de nem utolsó sorban, Varga László urat szeretnénk Ácsról. Újvári Csaba? Igen, Újvári Csaba Szegedről, bocsánat. Írsai Olivér törkölye aranyelismerésben, Birs pálinkája aranyelismerésben, Cserszegi fűszeres borpárlata bronz, és Cserszegi fűszeres szőlőpálinkája ezüstelismerésben részesült. De ő sincs itt. És akkor valóban utoljára, de nem utolsó sorban, Varga László urat szeretnénk szólítani Ácsról, aki Írsai Olivér törköly pálinkájával arany, Robusta Birsével bronz, Sárga Muskotály törköjével ezüst, Vilmos körtéjével ezüst, Cigány medgyével ezüst, Fekete Ribizliével ezüst elismerést, és Cserszegi fűszeres szőlőpálinkájával arany elismerést szerzett. Gratulálunk! És akkor, ahogy a felvezetőbe elnök úr elmondta, az alapbírálatnak a kihirdetése ezzel lezajlott. Önök a heti mozaikot a Kistelekvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorral. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!